Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, ahogy egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelölte, és megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 18. részében, az első 9 versben a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Hogy mondhattok ilyen közmondást Izrael földjéről? Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem fogjátok többé ezt a közmondást mondogatni Izraelben. Mert minden lélek az enyém, az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ha valaki igaz, ha törvény és igazság szerint él, nem eszik a hegyeken bemutatott áldozatból, nem tekint föl Izrael házának bálványaira, nem teszi tisztátalanná fele barátja feleségét, és nem közeledik asszonyhoz tisztulása idején, senkivel sem kegyetlenkedik, visszaadja adósának a zálogot, nem rabol el semmit, kenyeréből ad az éhezőnek, és a mezítelent felruházza, uzsorát nem szed, kamatot nem vesz, tartózkodik az álnokságtól, igazságosan ítélkezik a peres felek között, rendelkezéseim szerint él, törvényeimet megtartja és hűségesen teljesíti. Az ilyen ember igaz, ő élni fog, így szól az én Uram, az Úr. Ez a kijelölt alapigény. Keresztény gyülekezet, Krisztusban szeretett drága testvéreim! Örömmel jöttem szolgálni haza. Haza, hiszen ez a templom, ez a gyülekezet az otthonom, bárhol végzem szolgálatomat. Otthon, mert itt nőttem fel, innen indultam, és otthon, mert szüleim itt szolgálnak, édesapám erről a szószékről hirdeti az igét. Harmadszor szolgálhatok most a 11 órás istentiszteleten ebben a templomban. Először még teológusként az Ószövetség utolsó szavait, Malakiás próféta könyvének záró mondatait kellett meghirdetnem. Az Úr félelmetes napja előtt eljön Illés, és az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz téríti. Másodszor a híres szeretet himnusz az első korintusi levél 13. fejezete alapján predikáltam. Az Istentől kapott szeretetről szóltam, amelynek egyik csatornája volt számomra éppen ez a gyülekezet. Mai igénk is atyák, fiak, ősök, utódok viszonyáról beszél. És úgy érzem, nem véletlen e három kijelölt ige szakasz. És én hálás vagyok az Úristennek azért, hogy édesapámtól, és ettől a gyülekezettől olyan örökséget kaptam, amely nem zugolódásra, hanem mindig köszönetre ad okot. Mai igénk üzenetét így próbálom előjáróban összefoglalni. Menthetetlenül kényszerpályán, vagy megmentetten szabadon. Valóságos és játszott krimivel tüzdelt világunkban természetes magatartás, szinte ösztönös cselekedet kérdezni, ki a vétkes, s keresni a bűnöst, aki miatt felborult a meglevő jó rend. Gazdasági életben
miután már észrevették a szinte zsákutca szituációt, és keresik a kiutat, emberekre mutatnak, ez vagy az az oka a sikertelenségnek, a csődnek, a kárnak. El kell távolítani, le kell váltani. S ha meg is van a bűnös, a következményeket már mi hordozzuk, szenvedjük, s nekünk kell a hibát is kijavítani. Történelmi relációkban hányan és hányan kutatják, miért vagy mi miatt jutott ide a világ, hogy sok helyen gazdasági vagy politikai csődöt kellene jelenteni. Korunk társadalmi és egyéni problémáira azonban nem megoldás, ha ezt mondjuk pesties szóhasználattal élve, ez van, ezt kell szeretni. Adott a helyzet, nincs mit tenni. Örököltük, hordozzuk hát el. Ördögi körbe kerültünk, úgy sincs kiút, kilátástalannak látszik ez a szituáció. A minap ismét játszották a televízióban a rock operából készült filmet, az István királyt. A darab második főszereplője Koppány azért mond le a szerinte helyes útról, mert úgy látja, ezt énekli, sőt szinte ordítja, kényszer pályán a világ. S már-már rábólintunk, valóban. Igen, így van, ez az igazság. Vannak, akik aztán ebbe beletörődnek. Vannak, akik a múltban keresik a gyökerét a mai helyzetnek. Pedig ez az életérzés, kényszer pályán a világ, nem a 20. század produktuma. Közel 3000 éve ott Közép-Keleten már közmondássá vált, az apák ették az egrest, és a fiak foga vásott bele. A babiloni fogság idején csügged a egyre elkeseredettebbek Izrael gyermekei. Jeruzsálem romos állapotban idegen kézen van. A fogságból való szabadulásnak szinte semmi esélye sincs. S mindez azért, mert atyáik vétkeztek, mert a múlt levét isszák, mert a determináltság alól nincs kibúvó. Kényszer pályán vannak, kényszer pályán a világ. Ősi emberi gondolat ez, testvéreim. Mi bűnhődünk mások miatt. Isten azonban áthúzza ezt, és számon kéri, hogyan mondhattok ilyet, Izrael fiai, és azután bejelenti, hogy majd ő maga gondoskodik arról, hogy ne hangozzék ez a közmondás, ez a kifacsart gondolkodásmódra utaló beszéd. Azt hiszem, joggal erősíthetem fel Isten szavát a mába, hogyan mondhattok ilyet, Isten népe? Isten ki akarja törölni népének fejéből, szívéből ezt a gondolatot. Nem lehet másra hárítani bűnöket, másokat vádolni, és közben kibújni az egyéni felelősség alól. A kereszténységben mindenkor nagy kísértés volt, vagy veszély a másokra mutogatás. Pedig már Jézus milyen frappánsan, milyen mindent összefoglalóan beszélt erről a szálka gerenda hasonlatban. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd embertársad szeméből a szálkát. A világ ügyeinek, problémáinak, az egyéni életekben lecsapódó bűnöknek és bajoknak a megoldása mindig az egyénnél kezdődik. Mit tettem rosszul, mit rontottam el én, mi a mulasztásom? A hiba bennem, vagy így bennem is van. Hiányolom-e hideg világban a szeretetet?
De vajon bennem van-e melegség, másokra áradó szeretet? Hiányolom a békét, aggaszt a gyűlölködés, de vajon bennem van-e békesség, amely átragad másokra? Szenvedek az erkölcsi tisztátalanság miatt, de vajon én tiszta vagyok-e? Gyötrődöm az egyedüllét miatt, de vajon hányan várnak az én társaságomra, segítő szavamra, tetteimre? Elképeszt, sőt nyomaszt, hogy embereknek munkahelyen vagy más közösben ragad a keze, de vajon én mindig ellenálltam ennek a kísértésnek? Szenvedek a piszkos levegőtől, a fertőzött víztől, a szemetes utcáktól és erdőktől, de vajon én mindig ügyeltem a környezetemre? Lehetne még folytatni a sort. Isten szava int, az egyéni felelősség alól nem ment fel a másokra mutogatás. Gyakran veszem elő énekeskönyvünk egyik nagyszerű imádságát. Pozitív megfogalmazásban ugyanerről beszél. Így hangzik, Uram, ébreszd egyházadat, és kezd rajtam. Uram, építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Uram, békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Uram, gyújtsd meg szeretetet tüzét minden emberi szívben, és kezd bennem. Ez a helyes alapállás. Erre tanít az ezékieli prófécia is. Isten egyértelműen megmondja, nem büntet ártatlan embert. Saját bűneink miatt szenvedünk. Az első tehát, amit összefoglalva ebből az igéből el kell fogadnunk, életünk sokféle gondja, baja, nyüge és terhe, Isten jogos ítéletének jelzése. Nem mások, magunk miatt szenvedünk. Igénk második üzenete számomra ez. Nincs önfelmentés, felmentés azonban van. Az ősi közmondás az egressel és az elvásott foggal kapcsolatban végül is azért született meg és terjedt el, mert az ember önmagát menteni akarja, a felelősséget át akarja hárítani elődökre vagy másokra. Ez azonban csak önáltatás, hiszen önfelmentés nincs. Sem jogunk, sem alapunk nincs hozzá. Néhány nappal vagyunk nemzeti ünnepünk augusztus 20-a után. Jeles napok alkalmával az ország vezetői amnestiát szoktak hirdetni. Nem az elítéltek jelentik be, én bűntelen vagyok. Ez képtelenség. Az igazságügyi szervek mondják, bár bűnös, felmentik az ítélet végrehajtása alól. Szabadságot kap. Elvásott fogak jelzik, nincs minden rendben az életünkben és az emberiség életében. És ezt Isten is hangsúlyozza. Hogy mennyire mai a kérdés, látjuk az Ezékiel felvetette témákból. Hitetlenség, élettelen dolgok vagy gyenge emberek istenítése, szociális igazságtalanságok, családi életek elcsúszása, szexuális bűnök, gazdasági visszaélések, elvásott fogak. Mi hát a megoldás? A másokra hárítás? Ez nem megy. Önfelmentés? Amint mondtam, ez képtelenség. Törlesztés? Ehhez túlságosan nagy a számla. Felmentés? Ehhez kegyelem kellene. S mégis ez az egyetlen megoldás, mert Isten nem csak bűnökre tapint rá, nem csak a felelősségünket kéri számon, nem csak büntet a végső ítélet előzeteseként, hanem megment, felment. Hogy felmentése nyomán új élet kezdődhessen.
Isten kemény szavaiban a féltő szeretet húzódik meg. A fejezet végén ez nyilvánvalóvá válik. Az utolsó sorokban, ahol Isten megtérésre hív minket, ezt olvassuk. Miért halnátok meg, hiszen én nem kívánom a bűnös halálát. Jézus egész élete erről szól, erről tanúskodik. A betegek gyógyítója, a bűnösök barátja, az irgalmas samaritánus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett. Pál apostol szavaival élve, hogy oda szegezze a keresztfára a minket terhelő adós levelet. Mert Isten terve és akarata ez, felment a nyomasztó ítélet alól, és elindít az örök életbe vezető úton. A sokszor emlegetett Hungaroringben az autók körbe-körbe hajtanak. Életünk, így érezzük sokszor, ilyen körbe-körbe hajtás. Kényszer pályán az életünk. Úgy érezzük a mások, de valójában a magunk bűnei miatt. Valaki azonban ki akarja emelni életünket ebből a mindig ugyanoda visszatérő körpályából, s megmutatja, már van út másfelé is. Nem kell kényszerpályán haladnunk. Istennek ez a megmentő és felmentő szeretete segítsen minket szembenézni saját hibáinkkal, bűneinkkel. Ez a kegyelem kötelezzen minket magunkért és másokért felelősen élni. És ez segítsen megtalálni a Krisztushoz és Krisztussal vezető utat. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mentő irgalmad nagyobb a te kárhoztató ítéletednél. Szállj meg minket, holt hitű gyermekeidet, és kelts új életre szent lelkeddel, hogy igazán higgyünk benned, és jót tegyünk embertársainkkal az Úr Jézus Krisztus által. Amen.